akit ma egy kávéra hívtam, annak a poharába lehet, hogy zsírt kéne önteni. Legalábbis tudom, hogy volt, aki azt mondta neki, hogy igyál zsírt. Remélem, hogy nem sértettem meg ezzel, mert sokkal csodálatosabb ennél a hangja. 2010 X-faktorának egyik csodája, gyönyörűsége, és a 2011-es Eurovíziós Dalfesztivál résztvevője Wolf Kati a vendégem. Rögtön mondott te nekem, hogy zsírt kéne önteni a poharamba. Ígyunk zsírt? Nem. Inkább akkor már, ha választani kell a kalóriák. Azt már megkapod, csak megdolgozunk érte. De egyébként ugye volt ilyen, hogy ezt mondták viccből? Hát az utolsó, a számomra utolsó adásnál igen, ott elhangzott már ez, amikor kérdeztem az X-faktor, akkor tényleg eszeveszett vékony voltam, tehát ez már szörnyű volt, és akkor mondták. Vékony vagy sovány? Én ezen vitatkozni szoktam, hogyha ja, szerintem... Nem, ott sovány voltam. Igen, van különbség a kettő között, tényleg. Most meg? Most meg vékony vagyok, de most azért visszahíztam már majdnem a normális versenysúlyomra, úgyhogy most már nem is mondják különben annyian, mert akkor valóban bárhova mentem, már vittem volna magammal egy táblát, hogy ne beszélünk a súlyomról. Tehát innen az ott, hogy... De mondjuk tényleg nagyon-nagyon vézen voltam, tehát az egy strapás műsor volt. De ez egyébként alkat? Tehát a pici lány is... Vékonyka volt, vagy sovány? A pici lány az úgy nézett ki, mint egy afgán menekült. Tehát én nem is tudom, a 8. koromig tényleg, mint egy csontváz, mint egy ilyen lefogyasztott csontváz. Alkati, igen. Meg engem megettek a gyerekek, tehát már az első gyerek előtt azért ennél jobban néztem ki, kicsit kerekdedebb voltam, és aztán jött az első gyerek, utána se tudtam már annyira visszahízni, és a második az meg még a maradékot is megette egészségükre. Egészségükre, de tulajdonképpen ugye még más nők utána... Igen, ez nálam máshogy alakult. De te aggyal eszel, tehát nem is érzel éhséget, és tudatosan oda kell figyelni, vagy... Nem, én eszem rendesen. Én eszem rendesen. Tessék megkérdezni bárkit, valószínűleg ilyen gyors az anyagcserém, milyen típusok. Mondjuk most már sportolok rendszeresen, tehát ez visszajött az életembe, mert annyit hozzátesz a napi dolgokhoz, meg ahhoz, hogy a fellépést bírjam, állóképességgel, úgyhogy azért ez így normalizálódott, de az biztos, hogy ez genetika. És bár a múltkor két bátyám van, és a nagyobbik, az ő nem ilyen vékony, mint én, bár ő is volt vékonyabb, de azért most már hajlamos arra, hogy elengedje magát, és mindig vigyázni kell. És aztán pont egy konferencián ő kérdezte meg, amit ő tartott, hogy honnan... Kérdezte azt, amit a többiek akartak, hogy hát honnan a súly, és mondtam, hogy hát genetikai is rámzett, és mondta, hogy ezt mondjuk itt most nem mondhatod, mert egymás mellett ülünk, ő és én, az egyik tesóm, de a másik tesóm az is. De téged egyébként ez valaha zavart? Hogy ilyen vékony voltam? Uh-huh. Hát amikor kiestem az X-faktorból, akkor igen. Akkor nagyon és akkor nem is tudtam enni. Az egy nagyon strapás műsor volt, mindenkit nagyon megviselt, testileg, lelkileg, tényleg mi odaadtuk magunkat a műsornak. Igen, önemésztő módon, igen. De hogyha a műsort hagyjuk, akkor mint nőt, kamaszlányt, 20 évest, az, hogy milyen a kont, nem? Nem, soha. Tehát te elfogadtad magad így, ahogy vagy. Igen. Gyerekkorban nem is érdekelt egyáltalán, akkor még nem volt ez divat, hogy már egy, mit tudom én, 10 éves gyerek azt mondja magáról, hogy vékony vagyok, vagy kövér vagyok, vagy nem tudom, éltünk egy normális gyerekére. Tehát én tudtam, hogy vézna vagyok, egyáltalán nem érdekelt az evés, nem is foglalkoztam vele, nem is tudom, hogy ez téma volt-e valaha. Amikor elkezdtem kamaszodni, és elkezdtek tombolni a hormonok, akkor hirtelen ilyen delnő lett belőlem, de tényleg azt nem is tudod elképzelni. Ilyen, hát akkor minden volt rajtam, és akkor ekkora karika fülbe való, meg nagy göndörhaj. Úgy néztem ki, mint egy 40-es delnő. És aztán az úgy normalizálódott, és akkor felnőtt korra meg beálltam ilyesmire. Még ennyire nem voltam vékony, de majdnem. Delnő, ez tetszik. Tényleg úgy néztek. De mondjuk most azt mondod, hogy rengeteg fellépés van, tényleg néztem a honlapodon is, itt van, hogy akár 3 is, tehát hogy mész, aztán 3 nap szünet, de hogy nagyon durva, hogy ahhoz, hogy a kondidat tartsd, ahhoz nyilván kell egy stratégia, mert bár azt hiszem, hogy a vendéglátózás is komoly állóképességet kívánt, de mégse ennyi utazást, mégse ennyi pörgést, meg hát itt a két gyerek, meg ott a férj, szóval, hogy... A legnagyobb különbség különben a régi fellépéseim, vagy életem és a mostani között az, hogy mondjuk tényleg régen, amikor beülsz a bandával a buszba,
elindulsz délután 2-kor, 5-kor már kipakolsz, 6-kor jönnek a vendégek, már játszani kell, és mondjuk reggel 4-ig tart a bál, akkor valóban be kell oszd az energiádat nagyon, de azért az ott eloszlik egy egész zenekar, mindig hármad magammal énekeltem, nem egyedül. Most az van, hogy most fél óra, 40 perc, vagy max. Másfél órát vagyok színpadon, de az iszonyatos intenzív. Tehát ott olyan, hogy ott ugye rólam szól az egész, nincs olyan, hogy most a következő dalba pihennek, és csak úgy énekelek, hanem ott meg az összekötő szövegek, hogy figyeljem a közönséget, soha nem ugyanaz a műsor, mindig változtatgatom azt szerint, hogy látom, hogy hogy reagálnak rá, melyik dal tetszik, melyik nem, hogy beszélgetek velük, lemegyek, énekelem. Tehát, hogy úgy jövök le néha 40 perc után a színpadról, hogy beülök a kocsiba, és egy perc múlva alszom, és a következő helyszínig a szúnya. Érzelmi alapokon éltem világéletembe, és ennek minden hibájával, mert ebbe sokszor hiba is volt, nem kevés. Tehát, hogy ezt a sors, vagy a karma, vagy a jóisten irányította, de egy biztos volt, hogy az édesanyám egy olyan pont volt az életemben, aki sosem mondott semmit, szinte, sosem irányított, de mindig ott állt, mikor az volt, hogy mindjárt hanyat dőlök, vagy elesek, és mindig olyanokat mondott, amik úgy visszacsengenek. Tehát ez a szeresd az embereket, de ne bízzál bennük, meg nem is lehet színpadot érzelmek nélkül, meg jól kell férhez menned, és ha nem mész jól férhez, annak egy oka van, hogy nagyon szerelmes leszel. Na most hát, most ezt hogy lehet jobban meghatározni? Igen, nagyon szerelmes lettem, és nem tudtam, hogy most jól megyek férhez, nem jól megyek férhez, csak tudtam, hogy szeretem az illetőt, és ennyi. És aztán jöttek olyan hanyattesések, amikor már nem volt ott a mama. Igen, és hát gyakorlatilag, most pont erre a beszélgetésre az anyukámtól jöttem a temetőből, mert most volt a születésnapja, illetve lett volna a születésnapja, és akkor ilyenkor mindig beszélgetek vele, és nagyon sokan mondják, hogy te most ezt komolyan mondod, hogy hetente kijársz az anyukádhoz a temetőbe, és beszélgetsz vele. És mondom, hogy igen, ez nekem fontos. De hát nem válaszol. Hát, de az agyamba válaszol, mert én tudom, hogy ő most azt mondja éppen, hogy talán már megint nem így kellett volna, meg már megint nem kellett volna valamit elhinni, ami még megsincs, és azt már előre elkönyveled, hogy az úgy jó lesz majd. Tehát ez ilyen dolgok, és az az egy bajom van, hogy én mindig azt gondolom, hogy most már megtanultam azt, hogy időbe tudjam azt, hogy ez nem biztos, hogy úgy lesz. De mégse. De úgy néz ki, hogy mégsem, igen. Mert most már megint olyanokat olvasok, hogy ez perel be, az keres nem, meg. Hát azért most azért ennyire nem vészes ez. Most gondolják, hogy én... Na de nem koncertről olvasok. De erről nem is fogsz, az már nem érdekli a bulvárt. Tehát az senkit nem fog érdekelni, hogy szombaton egy csodálatos bulim volt Nyíregyházán, ahol egy 100-tagú asszonykorus állt mögöttem, ezt csak onnan fogják tudni, hogy fölmennek az internetre, és ott van a töménytelen kép, ahogy énekelnek velem, ennyi, semmitől. Egyébként néztem a honlapodat, hogy vannak fellépések. Hál' Istennek, igen. Igen. Újra lettek, tehát fel tudtál épülni a csendből? Fel, nagyon is. Tehát, hogy mondjam, a csend, az ugye, mindenki hogy... tudta, hogy ez egy kényszer csend, és a zene, és a hang, és a minden ugyanúgy marad. És az a hülye szó, hogy image? Az image-nek ez nyilvánvalóan jót nem tett, tehát ez nem Amerika, ahol azt mondják, hogy fú, de jó fej a rapper gyerek, és akkor adjunk neki, és akkor hú, hanem itt azt mondják, hogy na akkor most hova tegyem? Most másképp lesz ezután, vagy nem? Most az az igazság, hogy mindazok, akik ezt az egész üzletet kvázi támogatták anyagilag, hogy is volt ez? Én meg azt mondom, hogy igen, ha ez most van, akkor én itt vagyok, a többiek meg ülnek, mert ez mind uzsorás dolog volt. És ezt nekem senki nem mondta, hogy ezt soha a büdös életben nem fogom tudni kitermelni, főleg nem egy televízióból. Csak visszamenni ilyennel már hiába mehetek, de ebből sem anyagi, sem erkölcsi hasznom már nem lesz. Tehát én döntöttem rosszul, vagy én hittem, vagy, na de ezt hiába magyarázom, ez megtörtént, és ez az embereket megosztja. És amikor megosztja, akkor mikor először kimész egy színpadra,
egy bizonyos idő és hallgatás után, akkor olyan, hogy azt mondod, hogy na most akkor minden megtörténhet. Tehát mondhatnak rosszat, fütyülhetnek, kizavarhatnak, itt egy dolgot tudok csinálni, hogy ahogy régen, énekelek, és meggyőzöm őket arról, hogy a zene örök, és aki valaha valamit letett az asztalra, az, ha megbotlott, utána is talpon tud maradni, féltél vagy talpra állni. Há, hogyne, hát ez természetes dolog. Ugyanúgy féltem, nagyon érdekes volt, mert hasonló módon féltem, mint mikor megcsináltam az ominózus fotózást ugye a férfi magazinba, és akkor az első bulin, azt hiszem pont az irigy, hónaim irigy volt előttem, ami a lehető legrosszabb helyzet volt, mert ők csak erről beszéltek a műsorukban. És mire kiértem, addigra szakadt rólam a víz, és nem tudtam, hogy most kimegyek, és mit látnak. A mesztelenségemet, vagy engem, vagy hogy mesztelenül énekelek, vagy hogy ki hogy néz, és mit vesz le rólam menet közben. És hát majd betoltam. Na most ez egyfajta jó és rossz is, de hál' Istennek aztán jól jöttem, nagyon jól jöttem ki belőle, mivel ugye eladási szám és rekord és minden volt, és az is maradt a mai napig is, de ez egy más dolog. Tehát más dolog, mikor azt mondják, hogy négy szeretőd van egyszerre, és más dolog, amikor azt mondják, hogy itt valami gazdasági probléma van, na most ezt tudatosan csinálta, vagy nem értett hozzá, vagy véletlenül, vagy akarattal. Ugyanez tehát, a megosztó kép, vagy megosztott kép él most is rólad, azt érzed? Nem, már nem. Szóval itt most már inkább az él, hogy leszólítanak a boltba, vagy az utcán, vagy az interneten tömegesen, hogy miért nem hagynak már békébe. Hogy most már akkor is én vagyok a hunyó, ha valahol megjelenek, ami egy hivatalos hely, és ez tényleg így van. A gyerek felé az embernek erősnek kell lenni, és ez az erő, ez egy idő után az a veszélyes, hogyha így nagyon, nagyon megkeményedik, és olyan férfiassá teszi az embert, mert tényleg jó sztori, hogy 3000 kiló fát bevittél, de hát nem tudom, tehát az férfi munka. Igen, nem? Ez is nagyon jó, amit mondasz. Egyszer egy tévéinterjú után ledöbbentem magam, mikor már úgy jó ideje egyedül voltam, és tényleg 8 lábon kellett álljak. Akkor így visszanéztem egy tévéadást, én visszanézem, én nem vagyok az, aki nézze, visszanézem, mert abból is tanulok, és visszanéztem, és riadtan azt néztem, hogy az amúgy se lágy vonásaim még keményebb, tehát mintha egy férfi ült volna ott. És mondom, Jézusom, kiül az arcomra az, hogy tényleg férfiként kell működjek is. És akkor azt mondtam, hogy jaj, nem, ez nem működik, nem is akarok apja lenni a gyermekem, mert én az anyja vagyok. Én azt gondolom, hogy meg kellene változtatni, meg kellene változtatni a szabályokat is, amik az elvált szülők és a gyerekekkel kapcsolatos szabályok. Tehát egyszerűen az, hogy a gyerek, ha nincs közös megegyezés, 2 hetenként láthatja az egyik szüleit, azt egyszerűen kikérem magamnak. Tehát az, hogy nem minden nap hívhatja föl, vagy mehet oda, vagy szóval nincs, tehát hogy mondjam, büntetném azt a bárkit, bármelyik szülőt, aki úgy engedi el a gyerekét, hogy 2 hetenként, vagy havonta, vagy 3 napon, vagy 3 évente. Mint ahogy nálatok a Péterrel, vagy ez fantasztikusan működött, abszolút, hiszen akkor mentél, szóltál, mentél a lányokhoz, abszolút, jöttek hozzád, és ez most is. És ez most is így van, mert amikor én nem vagyok, szóval egyszerűen tolom, így tolom át a gyereket, még akkor se, akkor is ott van, hogyha ő mondjuk nem ér rá, hanem a mostani párjánál van, csak hogy érezze, hogy ott az apja, és hogy bármikor fölhívhatja az apját, és bár, tehát azt a biztonságot, mi csináltuk azt a gyereket, nekünk felelősségünk van iránt. Az, hogy a gyerek egyszerűen lóg a levegőben, mint ahogy ezek a mai gyerekek, azt se tudják, hogy melyik, és az első kapcsolatban nyakig belemennek, ami nem biztos, hogy éppen azt kéne, nyakig belemennek, tehát szóval nem, büntetném azt konkrét, tehát ahogy nem fizeti ki a tartásdíjat, az az illető szülő, ami meg van szabva, és azt büntetik, mert levonja, ugyanúgy büntetni, tehát ha nem lenne napi kapcsolat. Ha nincs napi kapcsolat. Nem tudom, hogy találják ki, sok okos ember van, hogy lehet azt, hogy minden nap, nem tudom, találják ki, de büntetném azt, igen, a szülőt. Igen, mert végül is az bizonysága erre az a történet, végül is az Annával, a Nórával, neked jó lett a kapcsolatod, persze, tehát hogy helyére tudod kerülni, igen, bár nem tudom, egyet azért megkérdeznék, hogy tehát azt el tudja tényleg az ember engedni, hogy végül is én mentem el onnan, ahol ők voltak? Nem, az kész, úgy marad. Figyelj, elteszed egy pici fiókba, és megpróbálsz nem foglalkozni vele, hiszen megtetted,
mindig ott lesz, és hogyha lesznek olyan problémák a lányaim kapcsolataiba, vagy a lányaim nem tudom micsodájába, rögtön az lesz az első, ja persze, mert akkor nem voltam ott. Ez tényleg így van. Tehát ezt nem tudom letagadni, ezt rögtön verem a fel. Úristen, ez biztos azért, mert nem voltam ott, és nem csinálj, és de nem tudsz mit csinálni, meg nem tudod nem megtörténni, tehát nem tudsz mit csinálni, ez van, és onnantól kezdve lépünk tovább, és akkor abban a helyzetben akkor próbálsz rajta segíteni. Hogyha, ez biztos, hogy így van. Segítek, hogy egyensúlyba kerül. Azon gondolkoztam, Szandra, hogy a leggyakoribb kérdés tippem szerint feléd az embereknek az, hogy hogyan fogyjak le? Igen, ez valóban így van, tényleg a leggyakrabban ilyen kérdéssel jönnek hozzám, de... És lehetőleg tegnapról mára. Persze, igen. De azért egy picit megmagyaráznám szívesen ezt a mondatot, az segítek, hogy egyensúlyba kerül, mert pont így a fogyás kapcsán vettem azt észre, hogy nagyon sokan próbálnak egy olyan ideált elérni, amit vagy a körülöttük lévő világ sugal, vagy önmaguknak állítanak fel, de sokszor túlzás. Tehát én értem azt, hogy sokan szeretnének lefogyni, és a magyar hölgyek 62%-a túlsúlyos, tehát van is mit tennünk, de sokszor olyan csinos lányok is keresnek ezzel a problémával, ami megdöbbenek, hiszen mondjuk 1-2 kilóval esetleg számomra szebb, számomra jobban egyensúlyban lévőnek érzem, boldogabbnak, produktívabbnak, tehát nem kell mindig egy... De valahogy a nők hajlamosak nem elfogadni a testüket? Igen, olyan kevesen jönnek úgy oda, hogy én jól érzem magam a bőrömben, csak szeretnék sportolni, hogy egészséges is legyek. Szinte mondjuk azt lehet mondani, hogy 100-ból fél. Na jó, egy, de nagyon kevés, tényleg. De szerintem azért van, mert hogyha a reklámokat nézzük, a divatlapokat nézzük, amit a média üzen, akkor hogyha azt felrajzolom a tükörre, akkor abban a kontúrban egyrészt csak néhány hónapig vagy évig, másrészt meg nagyon kevesen férnek bele. Igen. Tehát, hogy szerintem nagyon sok nőnek van testképzavara, és úgy tudom, hogy végül is a PhD-det is valami ilyesmiben írod. Valójában szerepel benne a testkép változás a diéta hatására, hogy hogyan éljük meg önmagunkat, hogy hogyan éljük meg a mozgást, meg a diétát. Például nagyon érdekes, hogy sokszor tapasztalom azt az edzőteremmel, hogyha valaki bejön egy órára, és csak egy órát elvégez, utána elmondja magáról, hogy sokkal jobban érzi magát, már picit laposabbnak érzi ezt a pocakját. Tehát rögtön azáltal, hogy tettünk valamit, azáltal ez változik ez a kép. Ez persze nagyon nehéz bizonyítani, és én ebben az irányban indultam el a PhD kapcsán, és látom azt, hogy szinte lehetetlen. Ezt megéljük minden pillanatban, de ugyanígy a diéta hatására. Például, hogyha valaki elkezd 3-4 napig már diétázni, akkor még az elején csak a víz távozik a szervezetből, valódi fogyás nem történik. Mégis már úgy élik meg a hölgyek, hogy mint hogyha vékonyabbak lennének, soványabbak, szebb lenne a bőrük, és ez nagyon érdekes módon a hosszúsági méretekben is jelentkezik, tehát úgy picit úgy kisebbnek élik meg magukat. De ugye, ha a testképről beszélünk, az is már lélektan. Igen. Annak a lélektanát megértetted, hogy miért van az, hogy miközben oly sokan küzdenek túlsúllyal, és szerintem az időjárás után a második leggyakoribb beszélt téma a fogyókúra, hogy miért jójózik mégis az egész ország, most idézőjelbe téve, vagy kis túlzással? Én azt látom, hogy nagyon sokan azért nem teszik meg azokat az apró lépéseket, amiket meg kellene, hanem inkább várnak valamiféle csodára. Gondolok itt arra, hogy ahogy az ember, mint genetikai lény élt régebben, futott, vadászott, halászott, gyűjtögetett, mindenképpen mozgott minden nap. És ez azért nagyon hosszú idő volt az emberiség történetében, míg 150 évvel ezelőtt, körülbelül mondhatjuk, hogy 150 évvel ezelőtt elkezdtek a járművek, elkezdték segíteni meg a gépek az életünket, mint hogy lett busz, vonat. Tehát leültünk. Aztán igen, utána autó, mozgó lépcső, lift, internet, telefon. Le tudunk élni úgy egy napot, hogy nem mozgunk. Ez teljesen az embernek a genetikai adottságaihoz képest egy idegen állapot. Illetve nem idegen, mert próbálunk hozzá alkalmazkodni, de ez az idő, ez a 150 év erre nem volt elegendő. És mindenki azt várja, hogy majd valahogy lefogy egy hirtelen fogyókúrától, közben pedig egyszerűen meg kellene mozdulni, mert ha megmozdulunk, akkor működik az anyagcsere jobban, mert a szívünk keringeti a vért. Az mindenképpen kering a vérünk, nem jut el ugyan mindenhova, de azért nagyjából működik, de a nyirokkeringést az csak a mozgás
keringeti. Jaj, de arra nincs idő. Persze, szerintem igen. Ez a következő, igen, nem? Ez a következő. Tehát, hogy elé tenném a határidő naplómat, ami tényleg, azt kell mondjam, van benne sok dolog. Te vagy olyan rafinált, hogy biztos találnál benne 3 rublikát, hogy Nóra, ne ámíts. Én most tudok mondani 3-at, ami most lehet, hogy egy televízió műsorban nem annyira népszerű, de a televízió, a mobiltelefon, és sokszor a káros szenvedélyek, tehát egy kávé, egy cigér, nagyon sok időt elvisz az emberek életéből, amire nem is gondolnak. Nem kell egyébként nagy dolgokra gondolni, egy napi félórás kocogás séta, vagy az, hogy a munkahelyünkre nem busszal megyünk, hanem egy-két megállót megteszünk gyalogosan, kicsit erőltetett járásban. Ez elegendő, tehát nem, én a sportot az soha nem úgy tekint, hogy izzadjunk le úgy, hogy nem bírunk semmi többet, és lépjünk ki önmagunk gátjai közül, hanem csak úgy tekintem, hogy működjön, hogy tegyünk meg egyel többet mondjuk, mint a sétakocogás. Nem kell rohanni, csak egy picit kocogni, valamilyen más mozgást csinálni, amit esetleg élvezünk. Tehát egyszerűen csak tegyünk önmagunkért. Mindenkiért teszünk. Anyaként van benned kétely, hogy jól csinálom-e? Persze, azt szerintem minden anyában van, persze. Mert ugye a munkáid folyton. Meg a versenyek, ott van eredmény, látszik, hogy... Igen. De azért ugye ti megküzdöttetek ezért a babáért, igen. Ugye Lombik bébi lett, hamarabb is jöhetett volna, reméljük jön még egy másik, de hogy ebben például van stratégiád? Az a stratégiám, hogy szeretettel szeretnék nevelni, és fölösleges dolgokon nem vitatkozni, és szeretnék tudni társa lenni a későbbiekben is, tehát ennyi. De nagyon-nagyon sok kételjem van, hogy jól csinálom, és olyan érdekes, mert az életem minden más részén maximum nem jól csinálom, azt magamnak csináltam, de hogyha vele kapcsolatban bármit nem jól csinálok, hú, akkor úgy tudok magamra haragudni, vagy hogyha megvágja úgy a kis kezét, hogy csak éppen, hogy kiserken a vér, én szóval egyszerűen rosszul vagyok. Úgyhogy borzasztó sok kételjem van, és nagyon-nagyon megérint ez az anyaság, ez egy csodálatos, csodálatos dolog. Várunk még egy következő? Majd talán igen, de most még nem beszélgetünk róla. Azt mondd meg nekem, hogy ehet-e ez a minimanó csokit? Ehet, otthon nincsen egyébként, de hogyha elmegyünk valahova, akkor igen. Akkor magad, nálad sincs tiltólistán a csoki. Nincs tiltólistán, bár keveset eszem. Na hát akkor ezt majd majszol, gatjuk napról napra, apró darabokban. Jó? Így az jó, egész családnak. Nagyon köszönöm a kedvességet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Szandra. Minden jót minden neked. Jó. Gondolkodjunk együtt egy kávé mellett legközelebb is. Az Egy Kávé Szilinórával együttműködő partnere a budapestisminkiskola.com.